nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyon nehéz küzdelmes, szoros mérkőzés volt. Te voltál legeredményesebb, 9 gólt szereztél. Milyen volt a mérkőzés belülről? Hát elég nehéz volt, mert nagyon sok zicsert hagytunk ki, még jó magam is sajnos. Nem úgy jött össze ez a mérkőzés, ahogy szerettük volna, mert sok gól különbséggel szerettünk volna nyerni. De az a lényeg, hogy nyertünk, győztünk, megvan a 2 pont. Mi hiányzott ma? Hát szerintem a koncentráció hiányzott mindenkiből, más igazából nem tudok nyilatkozni. A Vasas vereséget szenvedett, ez azt jelenti, hogy pontszámba utolérte a SKKA a Vasas csapatát, jövő héten óriási rangadó lesz a fővárosban. Hát az biztos, nagyon szeretnénk nyerni, remélem sikerül is. Szoros mérkőzés volt, nehéz mérkőzés volt. Mi hiányzott ma? Majer Majától is ezt kérdeztem, ő azt mondta, hogy a megfelelő koncentráció szerinted? Szerintem az is, másrészt meg hát mi tettük nehezzé, úgy gondolom, hogy igazából belülről nem éreztük nehéznek, oké, hogy volt itt a végén X, de úgy gondolom, hogy amúgy úgymond sima meccsnek kellett volna lenni, csak tényleg a koncentráltság, az ígyszerek kihagyása, szerintem ezen a meccsen is volt minimum 10, amit be kellett volna lőnünk. Mondjuk a 7-est is nekem. Az eddig hibátlan Vasas vereséget szenvedett, ez azt jelenti, hogy pontszámba egyenlőek vagytok, és következik jövő héten a rangadó. Így van, hát várjuk. Szóval hát kíváncsi leszek, mi történik, mi készülni fogunk rá a héten, gondolom. És hát reméljük, reményekkel megyünk oda. Na. Eldőlhet itt a bajnokság? Úgy gondolom, hogy igen. Sajnos ma sem voltak nyugodt perceid. Nehézé tette a csapat szerintem a mai győzelmet. Sokáig szoros volt, meg egyenlő állás is volt. Mi hiányzott ma? Én jól látod, úgy gondolom, hogy most már mérkőzések óta ez a jellemző ránk, hogy a viszonylag, hogy én azt gondolom, a mi tudásunk, vagy egy kevesebb tudású, vagy kisebb tudású ellenfél ellen is megszenvedünk. Én úgy gondolom, hogy ez nagyban a fegyelmezetlenségnek köszönhető, akár védekezésben, mint támadásban. Ettől van ez a rengeteg hiba, technikai hiba, illetve védekezésben pedig a pontatlanság, nem ütközünk eleget. Igazából tévézzük a mérkőzést, és ennek az oka az, hogy ahelyett, hogy kialakulna az első fél időben már egy nagyobb különbségű távolság a két csapat között, ott tudjuk az ellenfeleket mindig magunkon hagyni, és aztán utána pedig a másik fél időben pedig szenvedős a történet. Nem tudom, keresem már a problémának a nyitját, de jelen pillanatban még nem találtam meg. Ettől függetlenül hála Istennek nem botlottunk, megszereztük megint a 2 pontot, de ez a jövő heti Vasas mérkőzés előtt úgy gondolom, hogy nem túl jó előjel. Ennél sokkal, de sokkal komolyabb ellenféllel fogunk játszani, illetve hát nehezebb szülés lesz úgy gondolom Pesten a Vasas ellen, és ez a mutatott játék, ez valójában én úgy gondolom, hogy kevés. Mi dönthet jövő héten a Vasas ellen? Akár a bajnokság is eldőlhet, hiszen pontszámban egyenlő csapatok állnak egymással szemben a jövő héten. Hát a bajnokság még nem is biztos, hogy eldől, mert ugye oda-vissza vágó van ez az első mérkőzésünk, ha véletlenül szűken. Az lenne a fontos, hogy persze természetesen nyerni megyünk, de az lenne a fontos, hogy szűken, ha ki is kapunk, akkor minimális különbséggel kapjunk ki, vagy legalább lehetőség szerint szerezzünk ponton. Dönteni? Én úgy gondolom, azt fog dönteni, hogy melyik csapat fogja jobban akarni a győzelmet, és a másik dolog pedig, hogy melyik fog, most ez közhelyként, de melyik fog kevesebbet hibázni. Mind a két csapat én úgy gondolom, hogy képes jól védekezésre, és az abból a könnyű gólok száma fogja szerintem eldönteni elsősorban a mérkőzés kimenetelét.